5 évesen a szomszéd kertjébe szartam. Most nem sok kell ahhoz, hogy elsírjam magam. 10 évesen bekerültem egy bandába, ahonnan nem engedtek kiszállni, és drogoztam. Sziasztok, én Elk Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntelek titeket, és mindenkinek egy csodás napot szeretnék kívánni, és a most következő videóban képzeljétek el, nektek, a nézőimnek a legeslegsötétebb titkait fogjuk megtekinteni, ugyanis kiírtam Instagramra pár órával ezelőtt, hogy írjátok le nekem a legeslegnagyobb titkaitokat, és ezt meg is tettétek több ezren, amit innen is meg szeretnék köszönni mindenkinek, ugyanis nagyon megtisztelő számomra, hogy ilyen bizalmas dolgokba beavattatok engem. Természetesen az egész teljesen névtelenül fog zajlani. Pár perccel így a videó kezdet előtt beleolvasgattam párba így fél szemmel, és ez egy nagyon komoly videó lesz, már most érzem. Amúgy így belegondolva, hogyha bárki kérdezné, hogy mi az én legeslegsötétebb titkom, nem tudnék válaszolni. Nem azért, mivel van valami durva titkom, amit nem szeretnék nyilvánosságra hozni, hanem egyszerűen nincsen semmilyen. Most értitek? A pincébe zárt lányokról tudtok? Még mielőtt valami hivatásos szervhez eljutna ez a videó, nincsenek a pincébe lányok, jó? Csak vicceltem. Tudjátok, nehogy a végén leterítsen engem a tech vagy valami. Na de akkor kezdjünk is ebbe az egészbe bele, és le is görgetek a válaszoknak a leges legaljára. Direkt így fordítom amúgy a telefonomat, nehogy az legyen, hogy bárkinek is kilíkelődjön a neve. Na! És itt is vagyunk a legalján, jól van? Kezdjük mondjuk ezzel a titokkal. Félek a sötétben. Ez az ő sötét titka? Hát valljuk be, ez komolyan sötét titok. Be kell vallanom amúgy, bármennyire is cink, régen én is féltem, és képzeljétek el, volt ilyen konnektorba dugós, világítós kis csillagom, hogy bevilágítsa a szobámat, és hogy ne féljek annyira. De szerencsére ez az egész már elmúlt, és most már lazán tudnék mondjuk egy démon idézés után is aludni. Szóval akkor pörögjön is szerintem a következő titok, ami nem más, mint hogy a szobájának a sarkában van egy dobozka az exeinek a neveivel. Ez milyen komoly már! És azt is megtudhattuk, hogy 12 papírka van ebben a dobozban. Szóval akkor ezek szerint 12 exe volt ennek a fiúnak? Vagy pedig leányzónak? Ki tudja, milyen bizalmasan kezelem ezeket az információkat, de amúgy kíváncsi lennék erre még jobban, hogy mégis miért gyűjtöd őket? És hogy ebben a dobozban van-e még valami? Mondjuk egy fokhagyma, hogy távol tartsad őket, vagy valami? Vagy pedig tudjátok, minden éjszaka elalvás előtt elmond egy átkot ebbe a dobozba, hogy elátkozza az exeit. Ez amúgy nagyon komoly, és szerencsésnek érzem magamat, hogy megtudhattam ezt az információt. Szóval akkor szerintem jöjjön is a következő titkunk, ami nem más, mint hogy valakinek 2 csaja volt egyszerre. Na ő aztán tudott élni, de amúgy erről is szeretnék én még több információt megtudni, hogy hogyan lett mondjuk vége ennek az egésznek, és hogy vajon a 2 leányzó tudott-e a végén egymásról, vagy pedig sikeresen, teljesen titokban tartotta ezt az egészet, és mondjuk ő dobta a nőket, mert mondjuk ilyen alfa. Na jó, ez már túl durva. Erősen kezdünk. Ilyet szól, az egyik haverom anyja megvolt. Hát, hogyha ez komolyan igaz, szerintem építsünk a srácnak most itt egy trónt, de amúgy, hogyha nincsen róla videós bizonyítékod, akkor az olyan, mintha meg sem történt volna. Sirattok engem egyszerűen. 2 évvel ezelőtt mindig este éjfél körül kiszöktem otthonról egy fiú miatt. Az igaz szerelem ilyen, tisztára, mint a Rómeó és Júlia, erről van szó, és anyáik azóta se tudják. Hát figyelj, mi tudjuk legalább, helyettük is. Az, hogy crushom van, és lefeküdtem a legjobb barátommal. És mi lehetne még ennél is kínosabb? A legjobb barátja nem emlékszik rá. Figyelj, küldöm neked innen az erőt, és kitartást kívánok. 10 évesen bekerültem egy bandába, ahonnan nem engedtek kiszállni,
és drogoztam. Nagyon komoly témához érkeztünk most. Remélem, hogy most már sikeresen ki tudtál szállni ebből a bandából, és hogy van most már egy új baráti köröd, aki pozitív irányba terel téged, nem pedig csak lehúz úgy, ahogy az előző, illetve azt is szívből remélem, hogy most már teljesen tiszta vagy. Tudom nagyon jól, hogy vannak olyan helyzetek, amikor teljesen egyedül érzed magad, és úgy érzed, hogy egyszerűen nincsen kiút, de jegyezd meg, hogy mindig van kiút, és mindig fel lehet állni, és hogy képes vagy rá. Küldöm neked is innen az erőt, és a legjobbakat kívánom neked, illetve kitartást, illetve bárkinek, aki nézi ezt a videót, és mondjuk most nehéz időszaka van. Én itt vagyok nektek, tudjátok nagyon jól, hogy rám számíthattok. Na de szerintem menjünk is most tovább. Minden egyes nap, már 2 éve kitalálok magamnak egy sztorit, amiben élek, és már volt ezekben a sztorikban egy csomó palia. De amúgy ez jó pofa, és ez az egész fejleszti is a kreativitásodat, érted? Hogyha a való életben nincsen palid, attól még ezekben a sztorikban lehet. Na ez nem mindegy, bár amúgy egy szóval sem mondta, hogy a való életben nincsen barátja. De szerintem azért a kettő nem férne meg egymás mellett, aztán ki tudja, mások vagyunk és máshogy gondolkozunk. Na de akkor nézzük is a következő titkunkat. Egyszer betörtek hozzánk, és ahhoz, hogy ne legyen vérontás, le kellett feküdnöm a palival. Nem találják őt. Hogy lehetnek ekkora féreg emberek? Most nem sok kell ahhoz, hogy elsírjam magam. Nagyon remélem, hogy megtalálják ezt a szemét embert, aki ilyet művelt. Neked pedig azt kívánom, hogy legyél erős, és remélem, hogy tudsz beszélni erről az egészről, és hogy kellő szakembereket felkerestél, ugyanis biztos vagyok benne, hogy ez az egész egy hatalmas traumát hagyott benned. Hát nagyon sajnálom, ami történt, hogyha látod ezt a videót, mi veled vagyunk, mi támogatunk, és a legjobbakat kívánjuk neked. Hát őszintén szólva, ez baromira lesokkolt most engem. Nem tudom, hogy mit kéne egyszerűen mondanom. Ezután nehéz lesz tovább menni, de próbálkozzunk meg vele. Neki pedig az a titka, hogy egyszerre 3 fiúval kavar. Na az mondjuk kemény, bár biztos vagyok benne, hogy van olyan lány is, aki egyszerre 20-szal lazán. A következő titkunk pedig az, hogy néha belesek 1-2 18 pluszos oldalra. Na látjátok, srácok, még hogy a lányok nem néznek pornót, mi? Persze, hát most lebuktattuk őket. Elloptam egy kis karton gyufát egy boltból, ezt eddig senki sem tudta rólam, 2017-ben történt. Hát most már mi ezt tudjuk, nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottad velünk, de amúgy ez hogy nem tűnt fel senkinek? Amikor minden már be van kamerázva. Vagy valami nagyon kis boltból lophatta el, és azért nem bukott le. Bár amúgy így jobban belegondolva a rögzített kamerás felvételeket, nem hiszem, hogy bárki is visszanézi, hogyha nincsen semmi gyanús eset, mivel baromira nagy meló lenne az. Szóval, hogyha élőben ott nem bukott le, akkor már utólag nem hiszem, hogy fogják keresni, de akkor is ne lopjatok! 5 évesen a szomszéd kertjébe szartam. Jaj, kiégetsz! Mennyire jó szomszédi viszonyatok lehettem, hogy tudjátok, a szomszéd bácsi csúnyán nézett rá, ő pedig hajnalba ment és intézkedett. Utána pedig a kutyára fogta, mondjuk. Nem én voltam, nem én voltam. Neki pedig az a titka, hogy a bátyja egyben a pasia is. Hát nem tudom, hogy ezután mit kéne mondanom, de sok boldogságot talán, eléggé fura ez. Szóval akkor jöjjön is a következő titkunk. Megvertem hajnalban a barátnőm exét. Kiütötte a csajszi a csávót, de nem amúgy nem szabad verekedni. Nem szép dolog, de amúgy jól esett. Ez nem tudom, hogy mennyire sötét titok, de átkoztam már el embert. Hát szerintem mindenki, de nem amúgy én szerintem még nem. Vagy de? De nem! Nem hiszem! Aztán ki tudja? Letörtem egy rendőr
visszapillantóját. Mekkora gengszterek vagytok már? Elloptam egy boltból 2 pulcsit és egy cipőt. Hogy? Hát mindenhol kamera van. Bár amúgy szerintem lehetséges, hogy jobb is, hogy nem tudom, hogy ezt hogyan csinálta, még kiskoromban. Lepisíltem anyukámnak a kabátját. Na, köszönöm szépen, hogy megosztottad ezt velünk. Valaki pedig egyszerre 4 fiúval járt. Hát tudtok élni, tisztára már amúgy, ilyen családi titkok ez az egész. Egy srác pedig azt írja, hogy nem is 17, hanem csupán 12 centi. Biztos, hogy ugye a hajára gondolt. Persze, hát mi másra gondolt? De mennyire kedves, hogy ilyen hatalmas nagy titkokat megoszt velünk. De ne aggódj, haver, a 12 centis rombolóval nagyobb teljesítmény cirkuszt csinálni. A következő titok pedig az, hogy valakinek bejövök. Hát akkor most már ez nem titok, megtisztelő. Ő pedig csókolózott a rokonával. Mondom én, hogy családi titkok van itt. Neki pedig a haverjának a barátnője megmutatta a seggét bugyiban. Hát ezek a nők mindig is érdekelt, hogy milyen lehet egy ember torkát elvágni. Hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de az én fejemben ez még nem fordult meg úgy soha. Meg akarok ölni nem is egy embert. Hát egyre sötétebb titkokat tudunk itt meg. Lefeküdt a legjobb fiú barátjával, majd pedig a srác lopott pénzt az anyjától. A 72 órás tablettára. Szerintem zárjuk ezzel ezt a videót. Baromi jókat írtatok, köszönöm szépen mindenkinek. Sajnos most csupán ennyi fért bele, ugyanis így is baromira hosszú lett ez a videó, az időnk pedig véges. Hogyha szeretnétek majd a közeljövőben, csináltunk még ilyen videókat, ahol ti írtok nekem különböző dolgokat, hogyha pedig tetszett nektek ez az egész, és szeretnétek még, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot a Facebook, illetve az Instagram oldalon, plusz a webshopom is, ott van lent a leírásban. Hogyha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg, és akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem, már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretné lemaradni semmiről, akkor mindenféleképpen gyere vissza minden nap ide a csatornámra, én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan, addig is, szevasztok!